Áldja meg a mindenható Isten ezt a kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az áldást követően a hagyományoknak megfelelően ezúttal is Kárhász Gábor káplán szegte meg a kenyeret a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör augusztus 20-ai megemlékezésén. A Tolnai megyeszékhely egyik legrégebb óta működő 1898-ban alapított civil közössége minden esztendőben megünnepli az államalapítás évfordulóját. A következő esemény, amit szeretnék emelni, talán az 1908-as házvásárlás volt, amikor megvették részint közadakozásból, részint pedig hitelből a mai Szent István házat, és tulajdonképpen azóta itt működik a Szekszárdújvárosi Római Katolikus Társaskör. ...2011 óta hagyomány, hogy augusztus 20-án adják át a Horváth Károly Esperes díja társaskörért elnevezésű elismerést. Ezt idén Módos Ernő kapta, aki sokat tett az újvárosi borverseny népszerűsítéséért, és a növénytermesztéssel, valamint védelemmel foglalkozó szakmai előadások egyik fő mozgatórugója. Valahogy mindig kötődtünk barátok, társaság kapcsán, és hát természetesen, amikor aztán elkezdtem a szakmát művelni, 1967-ben a Szekszárdi Állami Gazdaság pincészetébe kezdtem el dolgozni, akkor is egy csomó újvárosi kötődés jött. A Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör augusztus 20-ai megemlékezése közös vacsorával ért véget, a tányérokba vaddisznó pörkölt került.